Sziasztok! Lilla vagyok, és ebben a videóban a produktivitásról és új szokások kialakításáról fogok beszélni. Én nagyon szeretek erről a témáról beszélni, olvasni vagy videókat nézni, szóval remélem, hogy Nektek is érdekes lesz. És nem szeretném, ha bárkit stresszelne ez a videó, aki szeretne produktívabb lenni, de valamiért most nem megy neki, vagy most nem olyan élethelyzetben van, hogy sok mindent tud csinálni, amit szeretne. Remélem, hogy inkább motiváló hatása lesz ennek a videónak, és persze, hogy tudtok gyakorolni egy kicsit magyarul. Kezdjük is el! Oké, okay. kezdjük azzal, hogy mit jelent a produktivitás. Ha a napi rutinról beszélünk, akkor szerintem a produktivitás azt jelenti, hogy sok olyan dolgot csinálsz egy nap, ami valamiért fontos. Az, hogy mi fontos, és hogy ki mitől érzi magát produktívnak, az mindenkinél változó. Most a saját véleményem fogom veletek megosztani, és elmondom, hogy én mitől érzem magam produktívnak. Szóval, mit is jelent nekem az, hogy produktív napom van? Van pár dolog, amit minden nap próbálok csinálni. Az első dolog a koránkelés. Igen, tudom, ez nem mindenki kedvence, de én mindig is koránkelő típus voltam, sosem tudtam, vagy akartam délelőtt 10-11-ig aludni, nem tudom, mindig is szerettem korán kezdeni a napot. Nekem a legoptimálisabb, ha olyan 7 óra körül kelek fel, persze nem hajnali kettőkor fekszem le, Általában olyan 11-kor megyek aludni, néha kicsit később, de azért átlagosan olyan 7-8 órát alszom, szóval szerintem az elég jó, vagy ilyen normális átlagos. Szóval nekem egy jó nap úgy kezdődik, ha körülbelül 7-kor felkelek és utána meghallgatok egy kis 10 perces meditációt még az ágyban. Ezt körülbelül két-három hónapja kezdtem el csinálni reggelente, és nagyon megszerettem, mindig pozitívan indul ezzel a napom. Utána jön egy 10 perces kis jóga, mindig a Jóga Vid Cassandra YouTube csatornáról választok egy videót. Nagyon szeretem, minden reggel vele jogázom. Aztán mostanában reggelente szoktam portugált tanulni. Mindig mást csinálok, de a lényeg, hogy minden reggel tanuljak egy kicsit. Van, hogy egy órát, van, hogy csak fél órát, de egy kicsit mindig portugálozok. És majd egy másik videóban szeretném elmondani, hogy én hogyan szeretek nyelvet tanulni. És valamikor a nap folyamán megpróbálok olvasni, de bevallom, ez nem mindig szokott sikerülni. Szóval, ha ezek a dolgok megvannak a napomban, akkor én már boldog vagyok. De persze, ha valami nem sikerül, az sem tragédia. De mivel szeretem és fontosnak tartom ezeket a dolgokat, ezért szinte minden nap csinálom őket és sokkal motiváltabban kezdek el dolgozni, ha egy jó kis produktív reggellel indult a napom. És most szeretnék megmutatni nektek valamit. Január végén csináltam egy ilyen habit tracker -t. Nem tudom, ez mi magyarul ilyen szokás követő, szokás figyelő, szokás követő. Valamit, egy habit tracker. Ezt én rajzoltam, és tudom, hogy vannak erre ilyen telefonos applikációk, de én jobban szeretem ezeket papíron csinálni, és imádom ezeket a színes kiemelő filceket. Mikor tanultam, akkor is mindig használtam ezeket én az egyetemen is mindig papíron jegyzeteltem, én nem szeretek laptopon jegyzetet írni. Na mindegy, szóval imádom az ilyen színes cuccokat. <laughs> szóval nézzük, hogy mi van rajta. Ugye itt vannak a napok, hogy hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, szépen sorban, és itt van öt sorban öt dolog, amit szeretnék követni, hogy mikor mit csinálok. Az első a jóga, utána jön a sport, ami valami extra mozgás, valami edzés. Utána a harmadik az olvasás, a negyedik a nyelv, ami most nekem a portugált jelenti, és az ötödik dolog, azt írtam ide angolul, hogy social media time, mert magyarul ez olyan hülyén hangozna, hogy közösségi média idő, de ide azt írom, hogy egy nap mennyit instáztam és facebookoztam, mert szeretnék kevesebbet. Szóval, ja, nagyon szeretem kipipálni, ha valamit megcsináltam a listáról, nem tudom, engem ez mindig nagyon motivál. Van pár dolog, amit megtanultam az utóbbi években az ilyen új szokások kialakításával kapcsolatban, de persze nekem sem megy tökéletesen, és én is mindig tanulok. De gondoltam, elmondom nektek, hogy én hogy látom ezt a témát. Szóval, ha szeretném, hogy valami tényleg a rutinom része legyen, akkor ehhez négy dolog fontos. Az első pont, hogy át kell gondolnom, hogy miért akarom csinálni azt a dolgot. Miért fontos az nekem. Szóval a motiváció. Például én ugye nagyon szeretek nyelveket tanulni, és tök jó lenne minden nap a portugál mellett spanyolozni, németezni, meg elkezdeni egy új nyelvet. De tudom, hogy ezek nekem most nem olyan fontosak, nem ez a prioritás, és úgysem fogom csinálni. Szóval kell, hogy ezeknek legyen valami célja, és tudd, hogy miért csinálod. Fontos a motiváció. A második dolog, hogy kicsiben kell kezdeni. Erre szerintem két mód van. Az első, hogy például azt mondod, hogy oké, okay, mostanában nem nagyon tanultam magyarul, de mostantól minden héten egy nap, két órát fogok tanulni. Vagy, amiben én jobban hiszek, hogy azt mondod, hogy oké, okay, minden nap 15 percet fogok tanulni magyarul. Valamit csinálok 15 percig magyarul. Mindenkinek más fog működni, de a lényeg, hogy ne legyenek irreális céljaid. Szóval, ha mostanában. Nem nagyon tanultál magyarul, akkor ne akarj hirtelen minden nap egy-két órát tanulni, mert az valószínűleg sok lesz elsőre. A harmadik tipp, hogy találd meg az időt. Nagyon jó, ha mindenre van egy fix idő a napban, amikor csinálni fogod azt a dolgot. Például a reggeli joga és a portugálozás nekem már fix, stabil része a reggeli rutinomnak. Szóval szinte minden reggel csinálom ezeket. De például az olvasásnak még nem találtam megfelelő időt. Szóval este lenne időm olvasni, de olyankor már mindig fáradt vagyok és mivel nem tudom, hogy mikor olvassak, ezért sokszor kimarad a napomból. És az utolsó tippem egy kicsit klisés, de fontos, hogy ne add fel. Szóval ha fontos neked az a dolog, amit csinálni szeretnél, de valamiért most nem úgy megy, ahogy tervezted, akkor próbálj meg változtatni azon, hogy mikor, mennyit, hogyan csinálod azt a dolgot. Mert lehet, hogy csak a célok nem voltak reálisak. Például, ha minden nap akartál tanulni magyarul, de két hét után látod, hogy nem igazán sikerült, akkor. Csökkensd a gyakoriságot. Ne add fel, hogy nekem semmi időm a tanulásra, csak akkor mondd azt, hogy oké, okay, nekem ez sok, nekem most heti egy vagy két nap fér bele, és próbáld meg újra. Ez nem kudarc, csak felismerted, hogy neked most más működne. És természetesen a prioritások, célok, motivációk idővel mindig változhatnak. Szóval fontos, hogy néha ezeket újra átgondoljuk, és megtaláljuk azt a rutint, azt a ritmust, ami most működik nekünk. És ha kell, akkor változtassunk. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és esetleg tudtalak egy kicsit motiválni. Írd meg kommentben, hogy neked mi működik, neked van-e valami szuper tipped, és hogy neked mit jelent az, hogy produktív vagy egy nap. A videó szövegét most is megtalálod a leírásban a linkre kattintva, és van benne egy rövid szószedet, és pár feladat megoldásokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, like és iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk a következő videóban. Szia!